Aknaszlatina egyik keleti végállomása a monarchiában kiépített budapesti vasútvonalaknak. Híres fürdőire messzi tájakról érkeztek ide akkoriban. Már a marosi összes bányákat Negyedi Béla annak idején hozományképpen Kunikundának ajándékozta, sőt, Kunikunda annyira szívén viselte ezeknek a bányáknak a sorsát is tudta, hogy a velicskai bányák tönkremenetele után innen már a marosból már vitte el a bányászokat, hogy hozzák rendbe az ottani bányákat. A legenda úgy szól, hogy hát amikor meglátogatta ezt a bányát, akkor ő a gyűrűjét itt bedobta az aknában, és amikor megérkezett Lengyelországba, akkor a lengyelországi velicskai bányából a bányász a sókristályban elhozta Kunikunda gyűrűjét. Ez ott is, és itt is hosszú éveken keresztül, évszázadokon keresztül él. Itt Szlatinán csak ebben az időben, 18.-19. században 7 bányát építenek a 8 Kunikunda bányával együtt. Tehát sok bányát építenek csak Szlatinán. A szlatinai sóbánya ma sem kizárólag a sókitermelésből nyeri bevételeit. A gyógyászat itt komoly esélyeket tartogat a jövőre nézve, amennyiben az adottságokhoz felfejlődik az infrastruktúra is. Az aknaszlatinai sóbánya a világ egyik legtisztább lelőhelye. Évszázadok óta bányásszák itt a sót, az értékesítésben pedig sokat segített a Tisza. Itt 1975 óta folyik gépesített mélyművelés. Ez a részleg, ahol most vagyunk, egyfajta föld alatti tüdőszanatóriumként üzemel. A magas sókoncentrátumú levegő biztosítja a gyógyulást. Ezeket a lyukakat forrógéppel fúrták, mert hát ebből lelték a finom sót, amit tegyük az emberek, asztali hazavitek is maguknak, asztali sót hazavitek maguknak. Tehát itt ez azért van. Ez az egész rész ilyen fehér, ott már picikét szürkébb, ott nincsen annyi lyuk forrogatva. Tehát itten végig ez a rész itten megfelelne ahhoz, de ezt nem termelik. Tehát ez így lett, ezt így kaptuk, ez így a természet. Tehát az, ami lejjebb van, oldalban van, máshol van, vannak kamarák, olyan kamarák vannak, aminek a magassága 110 méter, a szélessége 50, de azt lővéssel csinálták abban az időben, most már nem lövünk, mert mondtam, gondok vannak a vízzel, tehát minél kevesebben próbálkozunk lövöldözni. Inkább kombájnnal fedjük ki azt a sót, hogy hát, és ottan persze összekeveredik a fehér só a barnával, tehát ilyen tökéletes sót nem kapunk sehol se. Tehát csak ilyen részeken, ahol ez ilyen fehér. Szlatina és Sziget között uniós forrásokból újjáépült egy híd, ami egyelőre sehová se vezet. Máramaros központját autóval csak úgy érhetjük el, ha nyugat felé kerülünk, a több száz kilométeres úton a Tisza bal partjához érve útba esik Szaplonca.